Megszülettem, hallgattam, s értettem szívének dobbanását. Ázott szemén boldogság, s fáradtság könnyei csillantak rám. Ha megtarthatnám fénylő gyémántokká, változtatnám, varázsolnám. Szép szóval végazt nyújtott, ápolgatott. Éjjel rémálmomból megnyugtatott, elringatott anyám. Úgy ölej, úgy simíts, két kezeddel úgy szoríts, de hogyha mégis elengedné, én visszajönnék. Felnőtt lettem, más útra indultam, s tovább már nem kísérhetsz, hogy fogjad kezem, hogy vigyázd a lépteim, s ügyeld, hogy el ne essek, tovább mehessek. Segíts fel, ha mégis földre esek, porban fekszek nélküled. Vendégünk Hegedűs Bori és Temfli Erik, sziasztok! 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 Szép estét! Nem először indultok a dal versenyében, tavaly is már ott voltatok a top 40-ben, most viszont milyen érzésekkel fogtok majd holnap a színpadra lépni? Most már mondhatjuk azt, hogy azért hát ismerős a terep, a színpad biztosan. Tavaly annyira jól éreztük magunkat végig, hát igazából nem tartott annyira sokáig sajnos, hogy megfogadtuk, hogy idén tovább maradunk. Illetve szeretnénk, mert ilyen nagyon-nagyon jó érzés, ilyen kicsit ilyen holt időszakban, amikor nem nagyon vannak koncertek, zenei közegben lenni, muzsikálni, zenével foglalkozni, és azt hisz jó lenne tavaszig kihúzni valahogy. Márciusig. Mondjuk március 12-ig. Hát mi pont ezt beszéltük egyébként, vagy én mondtam, és megbeszéltük, hogy el is mondom. Szerintem ez a dal, ez egy döntős dal. És nem is lennék meglepődve, ha ez megnyerné a műsort egyébként. Nekem viszonyatosan tetszik. De ezt így elmondván, a kérdésem az lenne, hogy a 2021-es dal, az mit hozott nektek, hogy ezt így meg tudjátok fogalmazni, és mit vártok a mostanitól? Hát szerintem a legfontosabb, amit hozott nekünk, az az, hogy lendületet kaptunk arra, hogy elkezdünk egy lemezt. És hasonló kis gyöngyszemekből áll össze majd a lemez, ami a TomTomban készül mindegyik, Kontor Tomival, aki ebben a dalban is közreműködött, ő hangszerelte. És így készítjük sorra a dalokat, és szerintem ez volt a legfontosabb dolog, amit a 21-es dal adott, hogy láttuk, hogy szeretik az emberek, és sokan megnézték, és önerőből készítettük meg, önerőből hoztuk össze az egészet, mert nem volt mögöttünk senki, hogy én saját kis YouTube csatornámra föltöltöttem, és látszott, hogy nagyon sokan megnézték, rákattintottak, írtak, ismeretlenek, akár megszólítottak is, ez csodálatos dolog, hogy egy kis szerzeménnyel így kicsit bemutatkozhattunk. Az őszintességnek a jelen szerintem. Meséljetek a versenydalotokról, az Anya címet kapta, ki írta, ki hangszerelte, hogy volt itt a közös munka? Általában én írom a zenéket, ami annyit jelent, hogy harmóniaváz és dallam. Általában egy százongorára képzeltem az egész lemezt, plusz egy-két ilyen vendég hangszeres játék, mondjuk tangóharmonika, trombita, hasonló finomságokra gondoltam, így alapvetően a lemezre gondolva, de ebben a dalban én azt hittem, hogy ez csak egy százongora ének lesz. Aztán a Kontor Tamás barátunk annyira meglendült, hogy egy gyönyörű hangszerelést csinált, de visszatérve egyébként meg a zene volt meg először, viszonylag gyorsan, bár ezt Bori nem szereti hangsúlyozni, hogyha gyorsan van kész egy zene, hogy ez... Nincs azzal gond, hogyha gyorsan, de jó zene készül. Egy délelőtt megszületett, és Borit egyedül hagytam ezzel a szöveggel. Nem tud dallammal, hogy a szöveg készüljön erre. Igen. És a szöveg, igen? Hát a szöveg úgy volt, igen, hogy együtt voltunk Mosonmagyaróváron. Valahogy mindig onnan jönnek, oda kötődnek a dalok. Hát szóval, hogy húsvétkor
együtt töltöttük a húsvéti szünetet, és az egész családom együtt volt. És én egyre ritkábban látom anyuékat, a szüleimet, és amikor bementünk a szobába, hogy írjunk most egy gyors dalt, ez volt az apropó egyébként, mert hogy a lemezre csak lassú dalok vannak. És mondom, Erik, írjunk már valami pörgőset, amire lehet táncolni. És nem sikerült ez, és akkor... Szerintem mondta, nem baj, hogy nem sikerült. Nem, végül is nem baj. Erre is lehet táncolni, csak lassan. Igen. És akkor egyedül hagyott, hogy mit gondolsz erről a dallamról, mit kelt benned, mit ébreszt fel. És akkor rájöttem, hogy ez olyan érzelmeket ébreszt fel bennem, ami anyuhoz köt. És igazából elkezdtem emlékeket előhívni, és megírni a dalszöveget. Ugye ti az életben is egy párt alkottok. Ilyenkor, amikor írtok egy számot, vagy van ilyen gondolkozásmód, és akkor egy este így leültök, vagy bármi, akkor vannak közöttetek viták? Nehéz ez, vagy inkább pozitív, vagy negatív? Nincsenek igazából viták. Megértitek egymást? Nem nagyon kell megérteni egymást, vagyis nem tudom, annyira természetesen jön, és nem is úgy van, hogy erőszakosan leülünk, hogy írjunk egy dalt. Ebben az egy esetben volt így, tényleg soha máskor, de mindig úgy volt, hogy mondjuk Erik kimegy dolgozni a hangszerén, és akkor küld egy dallam menetet, vagy egy perces kis tracket, hogy ez tetszik-e. Nagyon ritkán nem tett, nagyon-nagyon ritka az, hogy nem, megmondom, hogy ez szerintem nem érdemes vele foglalkozni, de a 99%-ban akkor elkezdek rá dalszöveget írni, és akkor nem tudom, így mindig elégedettek vagyunk egymás munkájával. Meg is sokáig udvaroltam a zeneírással. Amikor el voltunk választva egymástól a pandémia alatt, akkor én küldözgettem zenéket Borinak, hogy a vigasztaljam meg. Ilyesmi, és ő meg erre szövegeket írt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Holnapra egy nagy kalappal nézni fogunk benneteket. Hajrá, srácok! Szurkodunk. Köszönjük szépen. Sziasztok! Sziasztok.